Sziasztok, tiszteltem, köszöntök mindenkit, a vagyok. Most egy unboxing videóval szeretnék nektek jelentkezni. Rövid időn belül már a harmadik matchboxot csomagolom ki. Úgy látszik egészen jól tolják a témát, remélem, hogy ez az állapot ez fenn is fog maradni jó sokáig. És méghozzá nem már szeretnék nektek kicsomagolni, mint az 1960 ös évjáratú Land Rover második generációt, tehát a második sorozatot szeretném nektek kicsomagolni és egyben bemutatni. Igazából már nem is szeretném tovább húzni a szót, nézzük is meg, hogy mit sikerült-e beszerezni. Tartsatok velem! Na no, itt is láthatom, a mi kis autócskánk, nézzük meg akkor elsősorban a csomagolást. Az első dolog, ami nekem feltűnik, ami a matchboxoktól teljes mértékben szokatlan, az, hogy fel van tüntetve három különböző nyelve a figyelmeztetés, angol, ez gondolom spanyol, vagy, és ez a, ha jól látom, ez francia. Megmondom őszintén, én ezt feleslegesnek tartom ezt a feltüntetést, pláne az, hogy nincs is köztük magyar nyelv, és igazából az egy dolog, hogy elcsúfítja konkrétan az egész csomagolásnak a dizájnját, mert például a grafikán szereplő autóból alig látunk valamit, de igazából, a, ha a vásárol megveszi, akkor látja itt is, meg itt is igazából a különböző jelekből az, hogy három éves kor alatt nem ajánlott. Tehát így is két helyen javasolják, hogy ne. Szerintem ez felesleges, is igazából ezzel csak elszúrják. Na mindegy, ez a járgány a Matchbox Jungle sorozatban jelent meg. Itt ugye a grafikán látható ez a szép kis autó, ugye ez a szép terepjáró, szerintem nagyon jól néz ki így a grafikán. És itt természetesen a csomagolásnak köszönhetően így kívülről is meg lehet szemlélni ezt az autót. Nézzük is meg akkor, bányasszuk ki, ami hát úgy látszik, hát nem lesz egy annyira egyszerű mutatvány. Ezt valahogy, Á, meg lesz, meg lesz, ez könnyedén össze fog jönni, mint hogy a többinél is ez megtörtént. Na, a csomagolást azt félretesszük innen, mert nem kell. Nos, hivatalosan ez az autó a Land Rover e, második széria, ez a Land Rover 2A sorozatú, amit 1961-től egészen 1971-ig gyártották, amúgy a Land Rovert, így 1900... E, e, 1985-ig gyártották, és most beszélnék egy picit a második A sorozatról, amit ugye mondtam, hogy 10 éven gyártották, 61-től 71-ig. Ha, rán, ha egymás mellé állítjuk az alapkettest, meg a kettő át, azt igazából nagyon nehéz a kettőt egymástól megkülönböztetni. Pár kozmetikai változtatást azért véghez vittek, mint például itt szögletesebb a hűtőrács, hanem kiség gömbölyűbb volt. Ugyanazzal a karosszérja változatokkal lehetett kérni, tehát kétajtós és négyajtós terepjáró, illetve kétajtós pickup kivitelben lehetett ezeket az autókat megvásárolni. Elsősorban 225-ös, tehát 2250 köbcentis díze motorral lehetett ezeket az autókat elérni. 1967-től lehetett csak megvásárolni a benzines változatot. E, igazából e, az utóbbi, igazából a hosszú távú változatoknak lett e, előállítva. Például érdekesség, hogy az egyedüli hosszú tengelytávú távú változat az Egyesült Államok beli piacra, ez az egy motorral volt úgymond e, elérhető. Sokan e, igazából ezt tekintik a Land Rovernek a leges legkeményebb. E, sorozatának, ezt tekintik a legerősebbnek úgymond. Hát elég hasz, hogy a gyártási adatokat közlök, 10 év alatt több, alig kevesebb, mint 600 ezer darabot adtak el ebből a típusból, és igazából 1969-ben és 1970-ben élte a fénykorát a típus, Ö, ö, ugyanis évente több mint 60 ezer autót adtak el ebből a, a típusból. Ö, azt érdemes megjegyezni, hogy a 90-es évek óta a Defendernek az eladás egészen 2015-ig, akkor is ké készítették az utolsó ilyen Land évente olyan 25 ezer darabot sikerült eladni. Tehát ez több mint a dupláját produkálta. 1968-ban ünnepelte meg. Bocsánat, 1968-ban ünnepelte meg a Land Rover a 20. fennállását habár pár hónappal korábban a a Rovert beleolvasztották a Leyland Motor Corporation nevezetű cégbe. És hát ugye a popkultúrában is eléggé népszerű volt maga a gépkocsi, tehát hogyha megnézzünk ilyen régi 60-as évekbeli dokumentumfilmeket, vagy kalandfilmeket, amik mondjuk Afrikában játszódnak, akkor biztos, hogy találkozni fogunk ilyen autókkal. Talán például az egyik legismertebb az 1966-os Born Free című film, magyarra fordítva ez a Vadon Szülőtje című film. És még egy érdekesség, hogy készült ebből boldog fülkés változat. Jó hallottátok, készült olyan is, hogy ide felvitték szépen a vezető fülkét, hogy nagyobb legyen a raktér, meg persze egy megerősített hátsó tengelyt kapott. Az egy dolog, hogy hogy nézett ki, de elég sok probléma volt vele, mert a 2250 egy dízelmotor nem számított a legerősebbnek, ugyanis a jármű egyszerűen nem bírta el azt a gyárlag megadott terhelést, ami másfél tonna körül mozgott, emiatt nem csodott csak 2500 darab készült el belőle. Elkészült aztán a, másod, a 2B nevezetű változat, ami igazából 1974-ig volt gyártásban, ami azért sokkal erősebbnek, meg strapabíróbbnak számított, mint a 2A változat, szélesebb nyomtávval rendelkezett, hogy a kanyarokat jobban tudja bevenni a gépkocsi, és ezáltal annyira jónak számított, hogy annak ellenére, annak ellenére hogy 74-ben leálltak a gyártással, még azért több más komponest is felhasználtak az egy tonna tervírású Land esetében. Nos, hát igazából ennyit tudtam erről elmondani, nézzük is meg ezt az autót. Korábban ki lett adva egy kékszínű változat, ami igényesebben lett kidolgozva, mert a fényszórók is, meg a féklámpák is ki voltak rajta dolgozva, hát itt nincs. Na hát nézzük meg ezt az autót, hát ugye itt ugye láthatjuk, hogy itt lenne a Land Rover embléma, csak hát nincs kidolgozva, ahogy a hűtőrács se, fényszórók se, meg az irányjelzők se, pedig mondom, hogy a régebbi változaton, ami sokkal szebben nézett ki, mint ez, azon volt, és én azt nem értem, hogy ezt itt miért nem lehetett kidolgozni. Itt láthatjuk a szép kis visszapillantott tükröket. Hát ez a matricázás az, az eléggé kemény, Hát ugye szépen fel van helyezve a maga az automárka logója, meg ugye a Safari X, meg ez van, gondolom valami terepmintás cucc akar lenni. Unit 3, itt is látható valami feladat. Jungle Safari X, tehát valószínű, hogy valami dzsungel utazása akarnak minket ezzel invitálni. Hátulról igazából ugyanez a helyzet, mint elő, hogy nincsenek kidolgozva az irányjelzők, a fényszórók, ez itt mi akar lenni? Hát gondolom ez a, lenne majd a rendszámtábla, de akkor ez itt minek van itt? Mi ez? Oké, okay. értem. Tehát igazából kinézett kívül, kívülről talán ennyi, meg hát itt ugye ezek a csomagok láthatók rajta, amúgy, amúgy azt kell, hogy mondjam, egész szépen kivannak dolgozva, tehát én teljes mértékben rendben, helyén valónak tartom őket. Ezek a kerekek nagyjából tipikusan matchbox kerekek, amiket láthatunk, de mégsem azok, mert ugye azok ugye fekete színűek volt a krómozott alkatrészekkel, hát itt ugye bézs színnel, fehér keretezéssel, Elég érdekes látvány nyújt, azt kell, hogy mondjam. Nézzük meg az autó alvázát. Hát itt ugye, mivel tele van vágva mindenféle szép kis feliratocskával, ezért hát nem dolgoztak rajta ki túl sok mindent, tehát a kipufogót, meg ugye a kardántengelyt, meg a kardántcsuklót, valamelyest, amennyire tudták. Itt ugye megtudhatjuk, hogy ez egy 65-es Land Rover második generációs Safari, érdekes, hogy a csomagoláson ezt nem láthattuk. Itt ugye a mattelnek a logója a kipufogódobon megtalálható, 2018-ban jelent meg ez a járgány, én erre már 2019-ben felfigyeltem rá, és nézzünk be a beltérbe, Aha. Most azt ugye nem mondjátok komolyan, kedves matchboxosok, mármint akik ezt gyártják, hogy nem lehet ebbe benézni, mi ez valami, Mindstorm Fresh Metal vagy mi? Úristen. De komolyan nem lehet átlátni rajta, visszatükröződik a lámpámnak a fénye. Sehogy se látok át rajta. Pedig ugye az asztalom azért az viszonylag világos színű, át kéne rajta, látom, még bármilyen sötét is legyen. És teljesen be van fal az bölcsém. Hát beszarok hajátok, komolyan mondom. Azért, azért ez kemény, azért ez nem semmi. Tehát mondom, ilyet a Master Fresh látta, amit azért már a csatornámon lehetett is látni, hogy az mi. Meg a régi csatornámon pedig pláne. Nos, hát kinézetről, hát ennyi. Nézzük meg a gurulását. A gurulás az legalább egészen jónak mondható. Tehát Semmiféle problémát nem érztek. Tehát a gurulása az legalább jó, azt kell, hogy mondjam. Hát ilyesmivel azért én még nem találkoztam nagyjából a hátfélszókkal, meg a matchboxokkal kapcsolatban, hogy kettő dolga találkoztam, vagy az, hogy egy szinten toporoktak, tehát semmi fejlesztés nem volt igazából, vagy az, hogy már fejlesztettek valamelyest. Na de ilyesmivel, hogy még de ilyesmi, hogy visszalépés, na, ilyen elmény még nem találkoztam. Hát, ezt is meg kell tapasztalni. Ettől függetlenül szerintem az árához képest még egy mondhatni vállalható autó, bár ez a ez az ablakhiány, mármint az, hogy nem lehet benézni a beltérbe, ez számomra hát eléggé egy fájdalmas dolog volt. Hát egy lett volna már ez a videó, én teljes mértékben le vagyok döbbenve ezen az autón, hát sajnos negatív értelemben. Hát, hogyha nektek esetleg tetszett ez a videó, akkor ezt kérlek lájkoljátok, like iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többi videót, mi egyéb más. Ha mégsem tetszik ez a videó, akkor ezt nyugodtan lehet diszlájkolni és megjelenni a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső voltam a legközelebbi videóban, remélem, hogy találkozni fogunk. Addig is jók legyetek, sziasztok és további szép napot kívánok!